Mit ad hozzá, mit tesz hozzá egy város szellemiségének, étoszához, hogy ezt szépen fogalmazzak, egy ilyen 22 éve, 23. éve tartó fesztivál sorozat? Egész pontosan ez a 22. Reméljük nem csapda a helyzet, mint a Hellernek a remek regényében. Vagy mégis megfordíthatjuk, reméljük nagyon sokakat fog a zene csapdájába csalni ez a rendezvény sorozat. Egy nagyon színes kulturális kavalkád az, ami elé nézünk. Gyakorlatilag ugye most indul a fesztivál szezon, talán az elsők között vagyunk, abban meg biztos, hogy egyedülállóak, hogy ezek ingyenes előadások, de az már most látszik, hogy több ezeren érdeklődnek, vannak olyan rendezvények, ahol már aggódunk is, hogy el fognak-e férni az érdeklődők, és hát persze arra, hogy ez egy nagyon jó szervezett fesztivál lesz, erre garancia Sámes Jágves, aki a fesztivál igazgatója. Vittikov Tamásnak vannak-e kedvenc műsorszámai, programjai, akár visszatérők, akár olyanok, amik most lesznek először? Hát én nagyon nagy érdeklődéssel várom a Sárik Péter koncertjét, ahol Falus Mariannal és másokkal, Szalóki Ágival többek között lépnek föl, és az egy kérdés, hogy mennyi időm lesz arra, hogy én is átadhassam magam a zene élvezetének. Péter egyébként tényleg már visszatérő fellépő, egy kicsit tiszteletbeli budaörsi, ő is nagyon kedveli budaörsöt, mi is nagyon kedveljük, illetve sokan nagyon kedvelek, mert mindig teltházas koncertet adott. Csak hát hozzá kell tenni, hogy az idei évben nem csupán fesztivál lesz ebben az időszakban, hanem egy testvérvárosi találkozó is. Közel 200 német vendég programjáról, szórakoztatásáról, vendéglátásáról kell gondoskodnunk, és hogy eközben hol fogok tudni, mely rendezvényeken tudok majd jelen lenni, az egy kérdés, de ők például szombaton majd az utcabálon föl is lépnek fúvószenekarukkal, úgyhogy én azt hiszem, hogy ők is majd egy érdekes, értékes koncertet fognak adni. Ez egy ingyenes rendezvénysorozat, fesztivál. Mégis lehet tudni, mennyibe kerül, vagy ez üzleti titok? Hát nem titok, mondjuk nagyságrendileg azt mondom, hogy 12 millió forint, és én azt hiszem, hogy akik fesztivált szerveznek, azok nem is hiszik majd el, hogy ilyen költségvetésből is lehet egy ilyen színvonalas fesztivált megszervezni. Hát ebben nagyon komoly erők együttműködése szükséges, de még térjünk vissza a fesztivál programjára. A záró rendezvény is nagyon izgalmasnak ígérkezik, és akkor már biztos lesz időm elmenni a rendezvényre. Török Gézáék, a Budaörsi Vivárd Szimfonietta olyan programot tűzött műsorra, ami biztos nagyon sokak számára érdekes lesz. Ugye Bizének a Kármennyét földolgozták egy suite formájában, ami egy orosz zeneszerző, ami nagyon izgalmas darab, és hát utána a Ravel Bolerója pedig, hát én azt hiszem, hogy ha lehet azt mondani, hogy komoly zenében vannak slágerek, akkor mind a kettő az. Slow down, you move too fast. You've got to make the moments last. Just kicking down the cobblestones. Looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowin'? I've come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it, do, do, feeling groovy. Ba da 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 da, feeling groovy. Ba da 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 da, feeling groovy. I've got no deeds to do, no promises to keep. I'm troubled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy. Da-da-da. Ágnes 7. éve vezeti a fesztivált, és én azt hiszem, hogy ez alatt az idő alatt
Az a fesztivál, amit annak idején még Mandel Robert álmodott meg, és igyekezett népszerűsíteni, már nyugodtan elmondhatjuk, hogy országos hírű lett, de hogy a régióban mindenképpen nagyon nagy érdeklődéssel várják, az egészen biztos. 5 nap, rengeteg előadó, több mint 400 előadó, és hát azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy mindenféle korlátok nélkül, már ideértve a műfajokat, 7 kiállítás is lesz ez alatt, az 5 nap alatt, és én azt hiszem, hogy mindenki talál az ízlésének megfelelő rendezvényt majd. Azt hozzá kell tenni, hogy egy speciális fesztivál lesz az idei, az időpont is azért jött egy picit előrébb, mert idén ünnepli a testvértelepülésének, tehát Breszfelddel, német testvérvárossal való testvérvárosi kapcsolatának a Budaörsvárosa a 30. évfordulóját, és ezért majd szombaton találkozhatunk az ő fúvózenekarukkal is, és hát közel 200 német vendégünk lesz, úgyhogy ez az ünnepség sorozat egybe fonódik a fesztivállal, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez is gazdagítani fogja a repertoárt. A fesztiválon elhatároztam már pár évvel ezelőtt, hogy mindig keresek egy társfesztivált, akit szeretnék bemutatni, mert én is örülnék, ha engem is meghívnának nagy fesztiválok, hogy gyertek a Budaörs Fesztivál, de hát minket még nem hívtak meg, de viszont mi meghívtuk tavaly az Ízek, Versek, Madárfügy Fesztivált, részt is vettünk rajta, idén pedig a Hág Fesztivál szervezőjét, Szombathelyi Patrikot szeretném köszönteni. Ő egy különleges fesztivált szervezett. Egy különlegesség lesz még a fesztiválon, hogy ők készítenek a fesztiváljukra egy videót, és ebbe egy flashmobot szerveztek, itt a mi fesztiválunk keretein belül, a Kálvária téren, ez pénteken lesz, 12 és délután 4 óra között. Rengetegen jönnek ki, rengeteg zenész, hárfás, didzseridú, igen, mindenféle különleges hangszerekkel hallhatjuk őket, úgyhogy én szerintem az is egy ilyen különleges színfótja lesz a fesztiválunknak. Ami a fesztiválunkban nem az, hogy különleges, de nem ismerünk műfaji határokat. Se a zenébe, se a képzőművészetbe, sehol. 7 képzőművészeti kiállítást nyitunk, erre is nagyon büszkék vagyunk. Rátonyi Kinga egyik helyszínén, a köztéren lesz az egyik kiállítás, a Bumosok csinálnak, itt lesz Bach Máténak egy fotókiállítása, M. Péter János kiállítása a Városházán lesz. Kint lesz a kertbe P. Kovács Péternek egy vasszobor kiállítása, és a muzsikáló tereken pedig lesz Pap Andrásnak egy kültéri installációja, ami szintén egy ilyen fesztivál hangulatot idéz majd a Kálvária térre, az egyik kedvenc helyszínünkre is. Gyakorlatilag igyekeztünk úgy átalakítani ezt a fesztivált, hogy még a kültéri, a szabadtéri, a bulinap, hogy az a nap is inkább a kultúra fele tendáljon. Tehát éppen ezért, hogy úgy átalakítottuk, a vásárosok ott vannak, csupa olyan portékát kínálnak, ami képzőművészeti, iparművészeti, és helyet adunk középen a színházak utcájának, ami kibővült egy kultutcává. Több színház is elfogadta a meghívásunkat, erősítik ezzel a mi saját színházunkat, a Budaörsi Latinovics Színházat, aki szintén örülök, köszönöm, hogy eljöttetek. Tehát ők mindannyian itt lesznek, a Holdvilágkamara Színház, a Thália, az Operett Színház, a mi színházunk mellett a Karinti Színház, és ugyanúgy a programjaikat is meg tudjátok nézni. Lehet, hogy készülnek esetleg valamilyen különleges produkcióval, de lehet ott ismerkedni a színházi kulturális programokkal, illetve a helyi művészek, a budaörsi művészek is kitelepednek, civil szervezetek sátrait megtalálhatjátok. Úgyhogy azt hiszem, hogy a szabadtéri nap is egy ilyen, amellett, hogy nagyszerű zenei programok zajlanak a színpadon, hogy még más föl tudunk töltekezni kulturálisan is. Ami itt különleges lesz még ezen a helyszínen, a Post Open Art, amit Györfi András, ő sajnos most külföldön van, nem tudott eljönni, ő szervez, magyarországi képzőművészeket hívott meg, nem kis neveket, akik itt a nagy teremben alkotnak, és alkotásaikat közben egyrészt, hogyha valaki szeretne vásárolni, tehát nem arról szól az egész, hanem meg lehet tekinteni és kérdezni tőle, különböző technikával dolgozó képzőművészeket hívtak meg, úgyhogy én nagyon örülök, hogy mindenki itt volt, nagyon szépen kérem, hogy látogassátok a rendezvényt, az összes programra nagy szeretettel várunk mindenkit, és remélem, hogy megint egy olyan durranás lesz itt a tavaszi időszakban a térségünkbe, amiről még sokáig töltekezünk, vagy sokáig tudunk majd úgy visszagondolni, hogy milyen jó volt itt részt venni.